Most people, they make a big deal out of what they call exotic wheels. You know, a Porsche, a Ferrari, Mercedes-Benz. But you make a couple of thousand trips like me and they're just cars. Nice, very nice, but just cars. Több ember oda van a csodajárgányokért. Egy Porsche, egy Ferrari, vagy egy Mercedes-Benz. Mint én is, sok ezer kilométert megtesznek, de akkor is csak autók. Szépek, nagyon szépek, de csak autók. Ilyen csodákat viszek a gazdag eladóktól a még gazdagabb vevőkhöz. Nem kedvelem ezeket az embereket. Azért csinálom, mert úton lehetek. Legutoljára Georgiában szembe kerültem a törvénnyel. Kiderült, hogy a kocsi lopott volt. Én nem tudtam róla, de őket ez nem érdekelte. Lecsuktak 6 hónapra. Most itt vagyok újra, hogy találkozzam Carlos barátommal és az unokahúgával, Jolandával. De még fontosabb, hogy megtaláljam azokat, akik rászedtek. Igen. Visszatérek, és nem lesz benne örömük. Scott Ferraco, Dörner György. Visszatérés. Robert Sedgwick, Lux Ádám. Carlos Palomino, Vég Péter. További magyar hangok. Koroknai Géza, Kis Erika, Hegyi Barbara, Stoll András, Kerekes József, Hollósi Frigyes, Salinger Gábor. Fényképezte Oliver Wood. Rendezte Nick Berwood. Róza, vedd fel a telefont! Tessék! Az Istenit! Róza! Annabelle vagyok, elfoglalva!
Elvihetett kölcsönbe, amíg megjavítom a kocsit. Nem, ez nem elég, Vic. Kell egy kamion. Értsd meg, hogy kell. Azt már nem. Kiszálltam. Nincs több lopott járgány. Tisztelem a törvényt. Tele lesz az a kamion. 10 rongy, na? Jövő héten kellene éjszakra vinni. Nem megy. Nem. Olyan nincs, hogy nem megy. Nincs más választásod. Na, ne hülyéskedj. Nincs mitől tartani. Rendőri védelem alatt állunk. Hé, megnyugodnál végre? Teljesen új motor van benne. Szállj be! Az vissza is tér, nem gondolod? Na, Brad, ez fáj! Hagyj két bolcsit, mert megbüntet gyorsan! Kapjátok el már is! Meg lesz! Parancsoljon, biztos úr! Rendben. Adj egy kis gázt. Oké. Így jó. Na, rendben. Na! Jeez. Hello, Viktor. Hey, Jeez. Ne szívd merre. Nyugodj meg. Hoztam egy Porsét. Nézd, a múlt nyár, amikor elkaptak, én nem csaptalak be. Bíztam benned. Te pedig átvertél.
Mondtam már, nem tudtam, hogy lopott az áru, szóval hinned kell nekem, Chase, nem tudtam. És miattad? Elvettek az életemből 6 hónapot. A fenébe is. Mit csináljak? Megfenyegették a családomat, a lányomat, a feleségemet. Ezek vadállatok, nem emberek. Fizess ki a Porsche-ért, és kész. Értem én. Igazad van. És most mit akarsz tenni? Minek jöttél vissza? Ide figyelj, sok a munkám, tiszta munka, érted? Itt van még 100-as, ennyivel tartozom. Add ide, ami jár. És mondd meg, kik ezek? Ne haragudj, Chase. Tudod, mennyire féltem Annabelt? A lányom. A te bosszúdba nem akarok belepusztulni. Viktor, ez nem bosszú. Ezek az űrgék ártottak nekem. Figyelj rám, Chase. Könyörgök, menj el. A lányom és a feleségem életével játszol. Még látjuk egymást, Viktor. Várj, Chase. Szükséged lehet egy kocsira. Az a Porsche szabad a jövő hétig. Itt vannak a kulcsok. Nyugtasd meg a családot. Ez még hogy került ide? Találtam. Na persze. Megtennél egy szívességet? Kerüld a bajt. Indulhat a buli. Nagyon finom ez a csoki torta. Hé! Az a fekete Porsche. Baromi gyors kis kocsi lehet. Uh-huh. Te kérem, megbocsássanak. Megbocsátani? Arra várhatsz, öreg. A fekete Porsche, tessék fej. Nem az enyém. Persze. Persze. Ahogy elnézlek, nem is vagy te olyan belevaló. Ki az a fekete Porsche? Itt intézzük el, vagy kimegyünk? Szeretném befejezni az evést. Te szarházi. Ezt tedd meg. Légy a vendégem. Megfizetitek a kárt, ugye? Na, gyerünk, nagy menő.
Hello, Szibi. Köszönöm. Nagyon tetszik. Tudod, kicsim, ha meglátod, amit akarsz, és tudod, hogy mit akarsz, meg kell szerezned. Így működnek a dolgok az életben. Te mindig tudod, hogy mit akarsz. Többnyire igen. Van veletek, fiúk? Ha? Én vagyok, mit akarsz? Nézd, szóval valami készül. Gyerünk, viknyög már ki. Szóval, hogy is mondjam, gond van. Tudod, az a pasi, aki Georgiába ragadt a kocsid miatt. Visszajött, és nem volt túlságosan boldog attól a nyaralástól. Érted, miről beszélek? Na és akkor mondd meg neki, hogy tűnjön el. Ez nem ilyen egyszerű. Ezt a gyereket nem lehet egyszerűen elküldeni. Hát ide figyelj, ezt rád bízom, a te gondod, oké? De ha kimered nyitni a szádat, velem gyűlik meg a bajod. Oké, rendben. Nem lesz semmi baj. Igazán? Jó ég. Ja, igen. Valami idióta letörte a visszapillantót a legjobb kocsidról. Kellemetlen, mi? Chase. Istenemre, te vonzod magadhoz a bajt. Chase! Ah, mi a fene? Carlos, jó, hogy újra látlak. Mi van az unokahúgoddal? Jolandával? Elege lett a nyomorból. Érted, hogy mire gondolok? Nézd, már nem kapok pénzes meccseket, mint az előtt. Hagyd őt békén, öreg. Elég ne, nagy lányom, hogy tudjon vigyázni magát. Mondd meg, hogy hol van. Állást kapott egy drága helyen a Gators diszkóban. Hallgass ide! Elmentem oda, megpróbáltam bejutni. De egy kövér zsaru kitessékelt. Nem kockáztathatok, érted? Még van 3 évem és kész. 3 évem. Nem keveredhetek bele. Ne menj oda, Chase! Azok az alakok, övék az egész város. Mit adhatok? Egy sört. Hm? Lefektetted már? Még nem. De hamarosan. Elnézést, gyerek.
Chase! Na hát, hogy vagy? Ki az a pasas? Nem érdekel, hogy kicsoda. De nem akarom látni. Hogy vagy? Jól nézek ki. Szép vagy. Csak alig van rajtad ruha. Rendelek. Azért jöttél vissza, hogy papolj? Dehogy. Előkelő társaságba kerül. Rendben, Lana. Lana, mi a baj a Jolandával? Megmondtam Doloresnek, Carlosnak, és most neked is. Az életemet én irányítom. És ha nem tetszik, nem kötelező velem maradni. Tudasd velem a döntésedet, oké? Hátul ül egy pasas, akinek nem tetszik a pofád. Mondok neked valamit. Rossz a látásom. Úgyhogy mondd meg a haverodnak, hogy tolja ide a képét. Világos? Figyelj, öreg, a saját érdekedbe mondom. Idd meg a sörödet, és tűnj el innen. Na, mi van? Ne aggódj, csak megissza a sörét, és már meg is. Hát úgy látszik, mégsem hallgatott rá, te hústorany. Bocsánat. Úgy látszik, mindenképpen bajba akarsz keveredni. Miért nem mész el szépen? Kérlek, Chase, nagyon szépen kérlek, menj el! Legyek, ha velem jössz. Nem lehet, Chase. Gyerünk. Nem! Kifelé, arra! Ember, hát neked semmi sem sikerül. Először le akarod csapni a nőmet. Aztán ráülsz a kocsimra. Most meg mi a fenét kezdjek veled? Istenem, micsoda szégyen. Talán nem jól hallottad, amit mondtam. Mit is mondtam? Aki elmegy, az vissza is tér. És minden kutya megkapja a magáit. Nem is olyan kemény gyerek. Most már nem. Szabaduljatok meg tőle. Hogyan? Nem érdekel. Holnap sok dolgunk van. Viszlát. Ki bánt el így veled? Nem, kérlek, nem is akarom tudni. Van útra kész kocsid? Odébb akarok állni. Egyetlen egy van kész, egy Tiffany. Orlandóba kéne vinni.
Az is jó. Megmondtam, hogy kerüld el azt a helyet. Azt hiszed, megmenthetsz bárkit is? Hagyd abba, Chase! Elviszek egy kocsit Orlandóba. Elmegyek. Üdvözlöm Doloreszt. És Jolandát is. Hé! Hey! És visszajössz? Ha megint felbukkanok, baj lesz. Nagy baj. Nem akarom, hogy belekeveredjen, aki közel áll hozzám. Na. Nem akarom, hogy miattam legyen bajotok. Felejtsd el, öcsi. Szia! Hello! Felkészültél egy csodás napra? Ha persze. Igen. Akkor indulhatunk, csak van még egy rövid üzleti megbeszélésem. Azt mondta, inkább elmegy. És te nem mondtál neki semmit, mi? Azt kellett volna mondanom, hogy te loptad azt a kocsit, amiért lecsukták? Hát, ha így lenne, arról te már tudnál. Lassan a testtel! Kifüstöltük a védencedet a városból. A kulcsok. Készen van a kocsit. Igen. Igen. És mi van a kamionnal? Megmondtam, nem megy! Ugyan már. Mindig van egy út, Vic. Csak te a nehezebbet választod. Látod? Van egy csajom, aki nem beszélni angol, akár csak te. Szóval arra gondoltam, nem sokára megint eljövök. Jolanda, gyere, menjünk! Jól érzed magad? Olyan szép itt. Ez jó esik. Igen. Ismerkedsz, Bradford? Igen, állandóan. Szóval, ismered Jolandát, nem? Szia! Igen, szia. Csak nem ismertelek fel a munkaruhád nélkül. Gyere velem, Bradford. Mutatni akarok valamit. Már is. Bocsáss meg, nem haragszol, ugye? Persze, menj csak. Biztos. Thank you.
öreg, azt hiszem a múlt héten már megmondtam, hogy nem akarom azt a rút pofádat újra látni. Neked beszélek, takarodj! Kész a rendelésem? Mindjárt meg lesz. Ti meg mit kerestek itt? Kérdezd a barátaidat. Az italok Brad asztalához. Hé, ebbe ne keveredj bele. Nézd csak, ki van itt. A magányos vándor. Meg az olajos képű hörcsöge. Ez itt a barátom. Amúgy nem beszédes, de mondani akar valamit. Köszönöm. Remélem hallottátok, hangosan és tisztán. Oké, mutassa az igazolványát. Neked nem kell, Pepe, a tiédet már láttam, emlékszel. Minél hamarabb elmegy, uram, annál jobb. És ez baráti tanács volt. Kösz! Itt várjatok. Miben sántikáz? Hogy, hogy miben? Na ide figyelj, megvárakoztatsz a bárban, mintha valami tökkel ütött volnék. Ez nem szívküldi szívnek, haver, hanem üzlet. Hadesiak! Állj le! Olyat mondjál, amit még nem tudok. Mit kaptál te tőlem, mi? Holnap reggel egy kamion indul New Jersey-be 6 kocsival. Az a gyerek csinálja fuvart, 100 lepedő készpénzben, érted? Csak annyit kell tenned, hogy feltartóztatod a megye határon, és írsz egy jelentést arról, hogy piás volt. Menni fog. Mi hát legyen ezzel a fickóval? Hogyhogy? Mi legyen vele, te féleszi? Ő volt az, akit felültettünk 6 hónapja. Mindkettőnket elásadt, nem érted? Nos, intézd el, hogy ő vezesse a kamiont. Megállítom a megye határon. Hogy ismerem, nem lesz könnyű, de lekapcsolom. Rendben. Most már mindegy, úgy is tudják, hogy itt vagyunk. Mi a következő lépés? 47. Biztosan. Felkeresnek. 50. Valami vikkeres telefonon, azt mondja, beszélni akar veled. Rendben? Menjünk. Hello, Viktor.
Miért nem mondtad el a telefonban, mit akarsz? Nos, szóval én szükségem van a segítségedre, és féltem, hogy nemet mondanál a telefonba. Ezért, szóval itt van ez az autószállító kamion, ami reggel indul éjszakra, és hát az állandó sofőr átvert, és a tartalék meg otthon fekszik, beteg, meg van fázva. Azt akarod, hogy én vezessek? Elvállalod? Jó pénzt fizetnék érte is. Igazán hálás lennék. Rendben van, Viktor. Megteszem neked. Ez fantasztikus. Akkor reggel találkozunk, jó? Mit mondasz, öreg? Mi a pálya? Viknek kell egy sofőr. Elvállalod? Persze, hogy elvállalom. Jól vagytok? Bravo! Oscar díjat érdemelnek. De látnod kellett volna bennünket a lányokkal. Éppen kezdtek belejönni. A kamiont. Végünk van!
Most aztán benne vagy a pácban. És te hozod! Vége az kapjuk vissza a kocsit. Ilyet én még nem láttam. Lekapcsoltátok? Mondom, amikor az a kocsi elénk vágódott, olyan volt, mint egy rakéta. Mit hoznak itt össze? Fogalmatok sincs, hogy mi zajlik. Meséltek egy kreténről, aki össze-vissza furikázik az áruval, ami mindannyiunknak betehet. Nos. Vissza akarom kapni a kocsikat, és az a senki házi tűnjön el innen, értitek? Nézzétek, fiúk, ha ti nem vagytok képesek, esetleg magam is elbánok vele, ha kell, mert én ezt a fickót élve eltemetem, erre mérget vehettek. Látom, Brad jól érzi magát. Te egyedül vagy, Virginia? Igen. Milyen jó, hogy látlak, Daddy. Szivi, hozok neked valami italt, jó? Egy juice-t kérek. Oké. Nos, hogy tetszik neked az én kis csoki babám? Szóval nem bírod elviselni, ha keverednek a színek. Mi? Erről van szó, nem tudom. Ne! A fenébe. Ne! Akkor is bele fogsz menni, érte? Egy finom csokizásba, Szivi. Ugye jó ötlet?
Ne! Hagyd békén! Mi a fene? Mindkettőtöket megleckészhetlek. Kifelé, gyerünk! Innen! Chris! Szedj össze pár embert, és menjetek a szőke után. Azonnal. Történt valami? Semmi. Nem iszunk egyet. Örömmel. Na, gyere. Légy óvatos. Ki az? Családtag. Carlos. Szívbajt hoztok rám. Ilyet meglátszol? Nem én, Krisz. Krisz! Gyere ide! Ne! Én ne! Krisz! Ne! Most hazaviszlek. Engedj elmenni. Maradjatok itt. Nem lehet tudni, mire készülnek. Hová mész? Van még egy fuvarom. Thank you.
Na, a francba! Mozgalmas egy buli lehetett. Ha így folytatod, lehet, hogy ez volt az utolsó. Mit mondasz erre, Brad? Jó kis meló lesz kitakarítani, mi? Ha? Képes vagy megcsinálni, amit ígértél? Én igen. És te? Gyerünk, haver, kapjuk el őket! Fussatok tovább! Na, gyere! Gyere csak, öreg, gyere! Na! Most, még egyszer, na gyerünk! Üssél, na! Na, na gyerünk már! Nyisd ki az ajtót! Carlos? Hol van Carlos? Valami baj történt, ugye? Baj van? De miért? Miért jöttél vissza? Nem volt még elég? Azért jöttem vissza, mert a baj még nem múlt el. De ígérem, másként lesz. Még akkor is, ha belepusztulok. Carlos! Gyerünk, te kemény legény, akarsz egyet? Kapsz egyet, ha akarsz, mire válta? Hol van? Ki vagy te tulajdonképpen? Ha? Halló. Figyelj ide, Chase. Ki vele, Vic? Van egy üzenet a számodra. Én igazán örülnék, ha nem hallgatnál rám. Szóval jó lenne, ha... Nem, de... Hol?
Kezeket fel! Gyerünk már! Oké, csak nyugodtan. Fordulj meg! Kezeket a kocsira! Gyerünk! Fordulj meg! Fordulj már! Kezeket a kocsira! Mi lesz? Lábakat szét! Oké, itt vagyunk mindketten. Lássuk csak, tudunk-e egymást a körömet szerezni? Hoho, nem mozdulsz, amíg meg nem engedem, érted már, te szemét! Nos, neked van valamid, ami nekem kell, és fordítva. Szerintem meg is egyezhetünk. Te is úgy gondolod, te bajnok? Ködd már ki. Visszaadod a kocsikat, én pedig kiengedem a barátaidat. Igen, de... az a kettő elmehet. Itt van a találkozónk ideje és helye. Tudod, van egy rossz szokásod, hogy belemászol abba, ami nem tartozik rád. Erről minél előbb le kell szoknod. Ezt meg miért csinálta? Biztosíték. Gyere már, siess! Mi történt? Jó ég, Chase! Mit műveltek veled? Eltörték a karomat. Menjünk be a kórházba! Nem, nincs rá idő, nincs idő. Kapaszkodj belém! Ezek az állatok. Gyere! Chase, kapaszkodj! Fogja beadni a derekát, harcolni fog. Elkapjuk. Elkapjuk? Persze, hogy elkapjuk. Törött szárnyú madár nem tud repülni. Micsoda. Jön. Gyerünk, fiúk, most elkapjuk. Meg lesz. Üres a kocsi! Különben nem tud kárt okozni. Eltörtem a karját. Hiába próbálkozik. Igazán szép tőled. Bravo, Hackett!
Csics! Hacketnél van a bilincskulcsa. Te vigyázz a lányokra. Vidd fel őket a kisvasúthoz. Ezeket a fiúkat bízd rám. Nem, nem hagyhatlak egyedül. Siess! Itt sincs semmi. Jézus Isten! A fenébe találjátok már meg! Tudod mit? Találd meg te! Igen, szóval így. Hé, te hős, hogy van a karod? Megpróbálkozol a másikkal is? Elképesztő vagy. Nincs eszed, nincs pénzed. És nevelést sem kaptál. Tényleg semmi esélyed, ha bár ezt eddig figyelmen kívül hagytad. Az Isten itt ezt nevezette törött szárnyaknak. Jól van, na állj félre! Rendőrségi golyó zárja le az ügyet. Bármilyen golyó megteszi. Mi van, mit akar? Hadd ide a pisztolyt. Tűnés innen! Hova lett? Hol van? Stu! Kapd el! Chase! Jön már! Gyerünk, öreg! Siess már! Menjünk! Azt akarom, hogy visszajöjjenek! Igen, így van! Ne álljon meg a megállóknál, érti? Ne álljon meg! Mi lesz most? Olyan hideg. Jól vagy? Igen. Tudtam én, amikor először megláttalak. Tudtam, hogy ez lesz a vége.
már az útból, te barom! Gyerünk már! Gyere le! Eltalállak vele együtt! Hajolj már le! Levágom ezt a szép kis fejet. Engedd el! Engedd már el! Gyerünk! Befelé, szállj be! Jó szórakozást! Mi a felét akarsz? Azt a macagod a karodról. Lássuk csak, mire vagy képes nélküle. Mire vársz, ember? Vedd már le! Rendben. Győztél. De áruld el, ki vagy te tulajdonképpen? Ha? Mi már találkoztunk. Csak nem mutattak be egymásnak. Chase a nevem. Mit akar Chase? Ha? Aki elmegy, az visszatér. Emlékszel? És én nem szeretek tartozni. Várj az Isten, itt nem hagyja cifogni! Jól vagy? Igen. De holnap még jobban leszek. Olyan kegyetlennek tűntél odafönn. Na, mi ez itt? Jó, biztos vagy benne, hogy ez a fickó kell neked? Nem is tudom. Szerinted talán jobbat is találni? Persze, ez a fiú nem elég kemény. Igen. És mától nincs több Mr. Jószínű.